Sziasztok! Jövök a július 4-áig a hirdetéssel. Nézzük meg, hogy miről szól, jó? Igen. Jó Istenke adott előtt, hogy be tudjam olvasni nektek most az egyszer. Nézzük meg. Másokért élni. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Róma 12 és 10. Amint életed későbbi szakaszába élsz, felismered, hogy nem csupán az számít, mit teszel, hanem az, hogy mit teszel másokért. A legnyomorultabb emberek a Földön azok, akik másokat utálnak, akadályoznak és bántanak, míg a legboldogabbak azok, akik életüket mások segítésével töltik. A segítő készséged mértéke meghatározza a boldogságod mértékét. Ez ilyen egyszerű. John Albert Holmes költő mondta, ne feledjük, hogy a világegyetem teljes lakósága egyetlen apró kivételtől, eltekintve a többiektől áll. Nos, mit teszel másokért? Mennyire hagyod, hogy másnak is teremjen babér? Pál azt írja, hogy legyünk a tiszteletadásban egymást megelőzők. Ha legközelebb valaki beszámol valamilyen teljesítményéről, ne akarj rögtön a saját sikeredről, vagy a még nála is jobb eredményedről beszélni. Ha ezt teszed, belé folytod az örömét, távolságot teremtesz, és ezzel mindenki csak veszít. Inkább fogd vissza magad, nézz rá és mondd. Ez nagyszerű. Mesélj még róla. Ezt ne csak mondd, gondold is komolyan. Ha így bánsz az emberekkel, két dolog történik. Egy. A másik ember élvezni fogja a társaságodat, mert úgy érzi, hogy valóban ott vagy számára, és nem tűkön ülve várod, mikor kerül rád a sor, hogy végre te beszélhess. És második, érzi, hogy nem vetélytársnak tartod, hanem értékeled a sikerét. Következésképp a kapcsolatotok erősödik, mert nem akarsz magadhoz ragadni minden figyelmet és minden dicsőséget. Ez jelenti másokért élni. Igen, nagyon szép volt, köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok, sziasztok! A legjobbakat! Majd hónap jövök a következővel, sziasztok!